szeretettel köszöntelek benneteket. Egy különleges helyzetben vagyunk most. Egy olyan előadást szeretnék megtartani, ami az egész évről szól, tehát 2021-ről. És ennek az évnek az energiáit, az alapdinamikáját fogom most áttekinteni. Elsősorban az év első felét, tehát az első fél évet fogjuk egy kicsit részletesebben megbeszélni, ugyanis az a tervem, hogy a nyári napforduló időszakában, ahogy szoktam, most is fogok tartani egy nyilvános előadást, és ezért a 2021-nek a második vonulatát, azt ott fogom részletesebben elmondani. Azt a címet adtam most ennek az előadásnak és a 2021-es évnek, hogy a zsenialitás és a felszabadulás éve, avagy a szabadon szárnyalás titkai. Tulajdonképpen én azért is szeretném ezt az előadást most megtartani, mert a szabadon szárnyalás titkairól szeretnék nektek beszélni és elmondani néhány gondolatot. Ahogy tudjátok, az eddigi időszakokban is mindig az volt az én alapvető célom, hogy megmutassam azt, hogy az adott energetikában, tehát az adott égi környezetben milyen magas szintű lehetőségek vannak, vagyis mit tudunk belőle kihozni a lehető legjobban. Az asztrozófiának az a megközelítése, hogy egy adott fényszögből, egy adott bolygóhatásból, vagy mondjuk úgy, egy adott kozmikus energiából kettő dolgot tudunk kihozni. Egyrészt meg tudjuk ezt élni alacsony szinten is, ez nem hoz nyilván annyira jó dolgokat, és meg tudjuk élni magas szinten is, vagyis ki tudjuk hozni belőle azt a lehető legjobbat, ami az isteni minőség, az isteni szárnyalás felé emel. Én most az idei évnek a legjelentősebb fényszögeit hoztam el nektek, és ennek a magas szintjét fogom megmutatni. Azzal szeretném kezdeni, miért is ezt a címet adtam, hogy a zsenialitás és a felszabadulás éve. Gondolom, hogy hallottátok már azt néhány forrásból, tehát sokan nem fogtok meglepődni, hogy az idei évnek a Szaturnusz és az Uránusz úgynevezett teremtő fényszöge lesz az alapdallama, tehát az alapenergiája. Ez egy hivatalosan ezért Szaturnusz-Uránusz kvadrát. Egész évünket meghatározza, majd fogok mondani egyébként konkrét dátumokat is, hiszen háromszor fognak együtt állni. Minden háromszoros együttállásnak kiemelkedő, mondjuk úgy, hogy isteni üzenete van, három a magyar igazság, ugye szoktuk is mondani. Ez egy nyomatékosító üzenet, amikor egy bolygónak vagy egy bolygópárosnak ismétlődő fényszögei vannak. Az Uránusz ebből a zsenialitás és a szabadság és a felszabadulás üzenete. Tehát azt jelzi az idő urával karöltve, hiszen a Szaturnusz az idő ura, hogy bizony-bizony ideje van a felszabadulásnak, hogy mindenki visszataláljon a szabadság állapotába, amihez rögtön szeretném hozzátenni azt, hogy ez egy belső állapot elsősorban. Tulajdonképpen az idei évnek az igazi nagy lehetősége az, hogy a szabadság érzését, a szabadság állapotát belül újra megéljük, elérjük, és ezt megteremtsük magunkon belül és magunkban. És ehhez ad ez a fényszög, mint úgynevezett teremtő energia, egy kiváló lehetőséget. A legfontosabb gondolatokat, az évnek mondjuk úgy, hogy a legfontosabb vonulatait most kivételesen összeírtam egy pár mondatban, és ezt gyorsan végigveszem most az előadás elején. Hát ugye az előbb említett felszabadulás a fő téma. A felszabadulás a vízöntő minőségnek és az uránuszi minőségnek az alapvető üzenete, és itt rögtön meg is kell, hogy álljak egy pillanatra, mert mi az igazi szabadság, és mi az igazi felszabadulás? Nézzétek, nagyon sokszor elhangzik az a vízöntővel és az uránusszal kapcsolatban, hogy a szabadság mennyire fontos neki. Én mindig el szoktam mondani egyéni elemzéseknél is azt, hogy az igazi szabadság az belülről fakad, és az igazi szabadság az a félelmektől való felszabadultságnak az állapota. Magyarul, az idei évnek a legfontosabb üzenete az, hogy válj szabaddá a félelmeidtől. És ezt, hogyha eléred, és ezt belül magadba megteremted, vagyis a félelmektől tényleg szabaddá válsz, akkor a birtokodba kerül a szabadságnak
mint létállapotnak egy isteni minősége, amit utána már a fizikai világban te meg tudsz tapasztalni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a sorrendet nem lehet összekeverni. Tehát nem lesz kívülről megtapasztalható igazán számodra a fizikai világban a valódi szabadság, hogyha belül a belső szabadságot nem éred el, vagyis hogyha nem jutsz el abba az állapotba, amikor már a félelmeidtől felszabadultál. A második nagyon fontos pont a belső korlátok áttörése. Ez a Szaturnusz-Uránusz fényszög ehhez ad egy kiváló lehetőséget. Megint azt mondom, hogy a magas szintje az, hogy ez egy teremtő energiaként segít neked megteremteni azt, hogy az eddigi korlátaidat áttörd, és minden olyan hatást, amit most magadba fel tudsz ismerni, mert majd a felismerések, a megértések, a tudatosság és a tudatosítás szintén nagyon fontos meghatározó üzenete lesz az idei évnek. Tehát a belső korlátok felismerése után jön el az ideje ezen korlátok áttörésének. A harmadik, hát a zsenialitás, ugye a címbe is szerepelt. Az Uránusz energiához kapcsolódik szintén a zsenialitás. Az Uránusz és a vízöntő minőség, ami az idén domináns, a zseniknek és a zsenialitásnak is a szimbóluma. Vagyis, ahhoz is teremtő erőt, megvalósító erőt ad a kezedbe ez a nagyszerű ismétlődő Uránusz-Szaturnusz fényszög, hogy a benned élő zsenit felébrezd, és elkezdjél bele teremteni és alkotni. A megújulás és az új utak lehetősége. A következő szintén uránuszi hatás. Bizony az uránusz nagyon szereti az új dolgokat. Ezért mindenkit bátorítok is arra, hogy bátran merjetek kipróbálni új dolgokat, és beengedni az életetekbe új dolgokat. Itt én azt szoktam mondani, hogy minden olyan dolog, amire eddig esetleg azt mondtad, hogy na, azt én biztosan nem fogom kipróbálni, azt én biztosan nem fogom csinálni. Az uránus szeret ilyenkor bekopogtatni az ajtón viccesen, és azt mondani, hogy de itt az ideje, hogy ezt mégiscsak megpróbáld. Ez ugye kapcsolódik a korlátok áttöréséhez is nyilván. Az új dolgok beemelése, hogyha tudatosan megtörténik az életedben, vagyis hogyha erre te nyitott vagy lelkileg, akkor ez a megújulás szintén, mint egy pozitív, egy magas minőség lép be az életedbe, és nagyon jól fogod megélni a megújulást. A következő fontos gondolat az a forradalmi hatások, forradalmasítsd az életedet, így is mondhatjuk. Szintén kiváló lehetőség a 2021-nek, hogy forradalmasítsd a saját életedet egyénileg, és minden olyan változtatást és változást, ami a megújuláshoz, a benned élő zsenialitáshoz is kapcsolódik, azt forradalmi húzásokkal, forradalmi döntésekkel, forradalmi lépésekkel most végigvidd az életedben. A következő a szaturnuszi üzenet, ugye, ültesd át a gyakorlatban. Nagyon-nagyon fontos azt tudni a Szaturnuszról, hogy ő a kézzelfoghatóság törvénye az univerzumban. Nagyon szeretem ennek a bolygónak az üzenetét, hiszen ő az, aki minden elméleti dolgot, minden olyan dolgot, ami eddig csak ötletként mondjuk létezett az ideák világában, vagy egy vágyképen volt, ő az, aki segít nekem, és segít nektek idén lehozni az anyagi síkra, és kézzelfoghatóvá tenni. Tehát ezért akartam külön kiemelni ezt az üzenetet, hogy bizony itt az idő és itt a lehetőség, hogy ültesd át a gyakorlatba, hozzátéve mit? A zsenialitást, a benned élő zsenialitást, és az összes megújulási energiát, megújító hatást. Itt az idő, hogy átültesd a gyakorlatba, mert segítséget ad hozzá ez a fényszög. Szellemi forradalom, szellemi szárnyalás irány a kvantummező és az isteni energiák. Egyértelműen a szellemi szárnyalásról szól az idei év, nem csak a Szaturnusz-Uránusz fényszöge révén, hanem azért is, mert mindjárt fogok róla beszélni, hogy a Merkurnak, aki a gondolatok, a gondolatiság, a kommunikáció, a verbalitás bolygója, döbbenetesen gyönyörű, visszatérő, sorozatosan visszatérő fényszögei lesznek egész évben. Tehát tulajdonképpen egyfajta teljes szellemi megújulást,
egy teljes gondolkodásmódbeli megújulást érzek, látok ebbe az évben, és ezt a lehetőséget minél jobban tudatosítod magadban, annál jobban be tudod hívni az életedben. Gondolkodásmódbeli dimenzióugrás, igen, ezt az előbb is említettem. Nézzétek, az a nagyon jó, hogyha valaki meg tudja azt idén csinálni, hogy az összes gondolati energiáját, mint potenciált, megtartja saját magának. Én újra azt javaslom, ezt korábban leírtam hírlevelekbe is, hogy vonulj ki az elméddel a csatamezőről. Vonulj ki az elméddel, és minden olyan energiát, ami ugye a gondolatok és a gondolatok teremtő erejéből, vagy a képzelet teremtő erejéből származik, tudatosan fogd meg, és tartsd meg saját magadnak, építsd fel vele a saját világodat, saját birodalmadat, így is mondhatjuk. Tehát ezért tartottam nagyon-nagyon fontosnak ezt a gondolkodásmódbeli dimenzióugrást kihangsúlyozni, hiszen aki most a gondolati energiáit célirányosan, valami jóra, valami szépre, valami örömtelire, valami szeretetteljesre, valami istenire, valami olyanra fordítja, ami az ő saját belső és külső világának a felépítését szolgálja, az valóban év végére egy dimenzióugrást tud megélni és megtapasztalni, amihez csak annyit szeretnék egy picit itt zárójelbe hozzátenni, hogy ez a dimenzióugrás tudjuk, hogy 2020-ban elindult. És tulajdonképpen ezt már tavaly is elmondtam, most csak megismételném, hogy ez egy folyamat. Tehát ebbe a dimenzióugrásba folyamatosan benne vagyunk, az idei év ezt csak megerősíti. Hát a következő az nekem az egyik leggyönyörűbb üzenet ebbe a Szaturnusz-Uránusz kvadrátban, az arról szól, hogy a régi és az új találkozása, sőt a régi és az új közös teremtő ereje az idei 2021-es év. A régi, a Szaturnusz, ő az ősi értékek, az ősi tudás, az ősi hagyományok őrzője és szimbóluma. Az új természetesen, nyilván most már kitaláltátok, maga az Uránusz, a megújító bolygó. Azáltal, hogy egy úgynevezett kvadrát fényszöggel, egy teremtő fényszöggel, racionalizáló fényszöggel kapcsolódnak, azt a lehetőséget adják idén a kezünkbe. És én megmondom őszintén, ez egy személyes véleményem az, hogy ez egy korszakalkotó lehetőség, hogy a régi értékeket, a régi múltból átmentett, és ott, hogy mondjam, az időket is kiállt, a tapasztalatokat is kiállt, minőségeket, tudást és szimbólumokat együtt tudjuk működtetni az új eszmékkel, az új lehetőségekkel, ideértve természetesen az új technológiákat, az új technikákat, a modern világnak a pozitív vívmányait is, hiszen az Uránusz ezt a folyamatot fel fogja gyorsítani. Az a nagyon fontos ebbe, és az a magas minősége ennek a Szaturnusz-Uránusz közös energiának, hogy mind a kettő irányra tudatosan oda kell figyelni. Tehát, hogyha én csak az új felé indulok el, és csak az új, csak a modern technika vívmányaiba merülök bele, akkor a Szaturnusz be fogja húzni a kéziféket, egyénileg is, vagy akár csoportszinten is megjelenhet. Tudnélik a Szaturnusz, mondjuk úgy most, ha megengeditek, így fogalmazom meg, alacsony szinten bizony tud korlátozni. Ő az, aki felhúzza azokat a korlátokat, hogy behúzza erősen az autómba a kéziféket, azt mondja, hogy ne menj erre tovább, mert ez nem lesz jó irány. Na most, hogyha nem akarod ezt a korlátozást, vagy ezt a kézifék hatást megtapasztalni az életedben, akkor ne felejtsd el azt, hogy vannak olyan ősi értékek, olyan régi értékek, akár egyénileg a te életedben, akár csoportszinten, akár az egész nemzetünket, az egész magyarság kulturális szellemi örökségét, hogyha tekintjük, amire érdemes most is alapozni, és amit érdemes továbbvinni, és ezeket a régi ősi értékeket, mondjuk régi ősi szimbólumokat, vagy magát az Isten tudást, amit őseink gyönyörű szépen őriznek és őriztek, ezt együtt tudjuk most működtetni a technikai újdonságokkal és az új technológiákkal. Na, ennek a kettőnek a közös ereje
ami valóban, ahogy említettem, 2021-re és majd utána meghozza a dimenzióugrást, méghozzá az isteni minőségek felé emel. A teljes érzelmi átalakulást azért emeltem bele ebbe a sorba, mert a vénuszi üzemet körülbelül március közepétől nagyon szépen át fogja venni az irányítást. Fogok majd róla beszélni, különleges hatásai lesznek idén a Vénusznak, aki nem csak a nőiség, nem csak a szeretet és a szerelem bolygója, hanem bizony az érzelmek és az emberi kapcsolatok szimbóluma is. És hát a már emelgetett Merkur fordulja titkos tudás felé. Valamit még kiemelnék az idei évből sarkalatosan, akkor ez a mondat, tehát még egyszer, fordulj a titkos tudás felé, és az összes benned lévő gondolati potenciált fordíts tudatosan eme titkos tudás irányába. Persze a titkos itt egy kicsit szimbolikus, hiszen most már szerencsére maga a tudás, a magas tudás, az Isten tudás, annak legalábbis egy nagy része már nem titkos, hozzáférhetünk. Azért szerettem volna mégis ezt így megfogalmazni, mert nem az általános eddig mondjuk iskolákban vagy iskolai rendszerekben tanított tudásra gondolok ilyenkor, hanem arra a titkos tudásra, amit Isten tudásként is meg lehet fogalmazni. Most következőt szeretném mondani nektek. Néhány időpontot fel fogok sorolni, mert azt gondolom, hogy ezt akár, hogyha megállítjátok majd a videót, le fogjátok tudni szépen írni. De mielőtt még ezt elkezdeném, van néhány olyan fontos tendencia, tehát folyamat, ami 2021-et végigviszi. Az egyik a Merkur. A Merkur egy egészen különleges dolgot visz végig idén. Háromszor fog együtt állni, először is év elején, tehát ez az év első időszaka, Jupiterrel. Ennek az a különlegessége, hogy ők ketten úgynevezett poláris párt alkotnak az égen, egymás teljes kiegészülései, vagyis ez a Merkur-Jupiter együttállás az többek között, amiért én a titkos tudás felé irányítom a figyelmeteket, hiszen ez a háromszor ismétlődő Merkur-Jupiter együttállás, ez maga a, hogy mondjam, ez nem a tudás, hanem ez a teljes tudás. Tehát ebben van benne a minden, és ehhez a teljes tudáshoz lehet hozzájutni, hozzáférni, most, idén, és ennek az időpontjai január 11-e, majd a február 14-e, illetve a március 5-e lesznek. Az érdekessége az, és egy nagyon kicsit mindjárt itt áttérek a csillagképi környezetre, az érdekessége az az, hogy mindez a vízöntő csillagképnek a múltba ömlő vizében fog majd lezajlódni, jó részt, és zodiákos szinten is a vízöntő jelében. Tehát érezhetően dupla vízöntő hatással találkozunk. A előadás elején már kiemelt szabadság és felszabadulás üzenet, az itt is főszerephez jut. Tulajdonképpen, ugye itt a vízöntő nagyon szépen látszódik, és ez a vízöntő múltba ömlő vize, ahol majd a Merkur és a Jupiter háromszor fognak együtt állni. A
gondolkodásunkban. Tehát most itt nagyba értem, tehát mind abban, ahogy eddig gondolkoztunk a világ dolgairól, ahogy eddig gondolkoztunk a saját életünkről, ahogy eddig gondolkoztunk az életünkön belül bizonyos helyzetekről, vagy bizonyos kapcsolatokról, ebbe az egész témába egy hatalmas letisztulást hoz ez a háromszoros együttállás, és főleg ez a három időpont, amit az előbb kiemeltem. Viszont a múlt vizében a múlt terheitől tudunk felszabadulni. Tehát nagyon szép íve van ennek az egész 2021-nek, hiszen rögtön úgy indít a teremtő, hogy megadja a lehetőséget év elején, hogy a múltból hozott terheket le is rakjuk ezzel a hatással. Megint lehet gondolni akár a jelen életben keletkezett terhekre, amitől most felszabadulhatsz, vagy akár előző életekből áthozott terhekre, akár szellemi téren is, amiktől nagyon szépen lehet szintén felszabadulni. Mind a három időpont kiemelten kedvez a nagy beszélgetéseknek, a nagy tisztázó beszélgetéseknek, ami adott esetben lehet csak egy belső párbeszéd, amikor saját magammal vitatok meg úgymond dolgokat, és ez hozza meg a nagy és teljes megértésnek a lehetőségét. Mindenféleképpen ez a gondolat és szellemi felszabadulás alapozza meg az egész jövő évnek a magas szintű dinamikáját. Tehát erre nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. És akkor itt megint visszatérnek egy fontos vízöntő üzenethez. Még egyszer azt tisztázzuk, hogy mi az igazi szabadság. Az igazi szabadság nem kívül van, hanem belül. Tehát az igazi szabadság az, amikor valaki a félelmeitől szabaddá válik. Na, ezekkel a fényszögekkel tudod azt elérni, mert segít benne, hogy gondolati szinten is, tehát a fejedben is szabaddá válj a félelmeitől. A Merkúrnak a következő nagyon szép hatása, ahogy a Vénusszal is együtt fog állni idén, méghozzá négyszer. Tehát a négyszeres együttállás azért az így azt lehet mondani, hogy a ritkább hatások közé tartozik. És ehhez is fogok most mondani időpontokat. A február 13 lesz az egyik ilyen időpont. Ez szintén itt zajlódik majd le a vízöntő múlt vizében. Jó? Tehát a februári időszakban a múlttól való megtisztulás az visszatérő üzenet lesz. A következő április 26-án lesz, mondom hozzá csillagképet is, hol lesz ez a Vénusz-Merkur együttállás, ez a Kos csillagaival lesz, őt ugye itt látjátok, az éven, a harmadik együttállás május 29-én a Nimród csillagaival lesz, itt a Nimród, és a negyedik együttállás, az egy nagyon szép üzenet, az december 29-e, most ugrottunk egy kicsit az időben, de az íve akkor is ott zárul le, és a december 29-ei Vénusz-Merkur a Sas csillagaiba lesz. Nézzétek, mi mindig szimbólumokban gondolkozunk az asztrozófiában, hiszen a csillagképek, amiket a Jóisten felrajzolt fényből az égre, azok ősi szimbólumok. És hogyha végignézem ezt a szimbolikus rendszert, akkor azt látom, hogy ennek van egy üzenete, ennek a folyamat. Ez egy folyamat. Jó? Vízöntő múlt vize, Kos, Nimród és Sas összekapcsolódik. Vagyis az első tétel az, hogy el kell azzal indulnom, hogy rakjam le a terheimet, vagyis még egyszer szeretném itt kihangsúlyozni, hogy szabaduljak fel a félelmeim alól. A második a Kos csillagkép, vagyis ha én felszabadultam a félelmeim alól, akkor tavasszal, ugye az az áprilisi időszak, ott a lehetőség, hogy elinduljak egy új úton. A harmadik, a Nimródi üzenet lesz, természetesen a Nimród többek között a felvállalásról szól. Tehát itt az ideje, hogy felvállaljam bizonyos döntéseket, és felvállaljam azt, amit Nimród kér, hogy rálépjek a sorsom útjára, a valódi útra. És ez vezet el a negyedik ponthoz, december 29-én, az pedig a Sas csillagkép, a Krilla, itt lesz majd fönt, ő a szárnyalás, méghozzá a tejút felé, vagyis az isteni minőségek felé való szárnyalásnak a nagy lehetősége. Ez a visszatérő Vénusz-Merkur együttállás egyrészt
át fogja formálni véleményem szerint az emberi kapcsolatokat. A párkapcsolatok világát is, de ideértjük a baráti kapcsolatokat is. Másrészt az érzelmi életünket. Én ezért hangsúlyoztam ki az elején, amikor megmutattam a lényegi üzeneteit a 2021-nek, hogy bizony egy érzelmi átalakulás várható az év végére. Tudnélik, a Merkur a titkok bolygója is, és egy nagyon érdekes hatása van. Ő az egyetlen olyan bolygó, aki úgymond a mélységeket is, és a magasságokat is be tudja járni. Ez megvan, úgy mondjuk a jogosítványa, vagyis a mélységek és a magasságok bejárása a vénuszi témában. Tehát mind az érzelmek, mind a szerelem, mind az általában is az emberi kapcsolatok témájában az idei évnek üzenete, azt is mondhatom, hogy feladata lesz azért is, hogy ezeket a mélységeket és magasságokat magunkba is végigvegyük és megtanuljuk bejárni. És nyilván ez az út, hiszen a Merkur beavató bolygó. Tehát ez az út egyben egy olyan beavató folyamat lesz az életünkben, ami meghozza érzelmi, tehát vénuszi témában az év végére a teljes érzelmi átminősülést. A szeretet üzenete, a szerelem üzenete, ahogy eddig gondolkoztam ezekről a dolgokról, ahogy eddig gondolkoztam a szeretet szálakról az életemben, ahogy eddig gondolkoztam a szeretet kapcsolódásaimról az életemben, mindez a nagy-nagy téma, az bizony ide tartozik. Nézzük, még mindig a Merkur. A Merkurnak háromszor ismétlődő fényszöge, teremtő fényszöge lesz, tehát kvadrát fényszöge a Marssal, a vörös bolygóval, most jelenleg itt áll. Ehhez is mondok most nektek dátumokat. Az egyik nagyon közel van, az most szombaton bekövetkezik. Január 9-én lesz az első Mars-Merkur kvadrát, a második február 10-én lesz, és a harmadik március 24-én. Na, hát nézzétek, ami nagyon lényeges ebben a hatásban az a következő. A Mars és a Merkur egyrészt érdekes módon fog még találkozni, picit ugrunk az időben, idén ősszel. Tehát október-novemberben lesz egy olyan szintén háromszoros visszatérő hatás, majd fogok hozzá dátumokat mondani, amikor a Mars együtt áll háromszor a Merkurral. Jó, tehát csak azért mondom, hogy ez a kettő együtt azt jelzi, hogy az év elején és az év második felében is a Mars és a Merkur közös energia megjelenik, megint nyomatékosító üzenet. Mi az üzenet? A Mars a tudatosság bolygója többek között. A Merkur a ma már többször is említett gondolkodásmód, a gondolatok, kommunikáció. Tehát az idei év a tudatosodásunkban, a tudatosság témájában szintén kiemelkedő időszak lesz. Hatalmas minőségi ugrást lehet fölfelé most végigvinni a tudatosság témájában. Na, ennek az első szakasza az előbb említett három dátum, a Mars-Merkur kvadrát, de itt most azt tenném hozzá, hogy légy észnél és légy résen ezeknél a fényszögeknél. Tudnélik, az első két hatásnál a Mars úgynevezett polaritásban van. Ez a következőt jelenti, hogy értsétek, és hogy miért hívom fel rá külön a figyelmet. A Mars egy olyan stációban van, amikor ő poláris, hogy úgy hívjuk, hogy ez nem az ő saját hazája, idegenbe megy. Na most ebbe az energetikába, ez is egy energia, úgy képzeljétek el, ebbe az energetikába, magába, a bolygóba, jelen esetben a Marsba egy picivel több erőt, energiát kell belefektetni ahhoz, hogy te a lehető legjobbat tud kihozni belőle. De ezt a plusz energiát neked bele kell tenned. Tehát van vele egy kis munka, egy kis feladat. Ha erre hajlandó vagy, akkor mit ad neked cserébe? A teljességet.
Vagyis akkor ezekből az időpontokból, ebből a folyamatból és ebből az energiából te a teljességet, a maximumot tudod kihozni, vagyis a tudatosságod útján ez egy csúcson járó időszak lesz. Ha nem rakod bele ezeket a plusz energiákat, akkor bizony a Mars alacsony szintre tud egy kicsit váltani, és hát tud hozni olyan hatásokat, aminek az ember nem biztos, hogy örül, nem is szeretnék ennek most energiát adni. Következő a lényeg, hogy ezeknél a Mars-Merkur fényszögeknél arra figyelj oda tudatosan, hogy ne menj el a harag, az indulat vagy a düh irányába. Tehát amikor azt érzed, hogy bármilyen témában ez benned felbukkanna, és már elkezdenéd a kis monológot mondani hozzán, akkor ott azonnal légy résen, vagy úgy is megfogalmaztam az előbb, légy észnél, tehát állítsd le az energiát. Tudni kezd, alacsony szintre fog vinni. Hogyha ezt meg tudod fogni, vagy ki tudod kerülni ezeket a indulati hatásokat, vagyis a Mars magas szintjét éled meg, ami az öllegyőrzés, akkor ezekből a fényszögekből, hiszen háromszor lesz, a magas szintet, tehát a teljességet, tehát a maximumot tudod kihozni, vagyis, ahogy említettem, benne van a tudatosságban, a tudatosodásban, a tudás témájában neked egy hatalmas szárnyaló időszak, lehetőség, másrészt pedig olyan nagy beszélgetések jelennek meg az életedben, amikor azt fogod érezni, hogy egyrészt a mindent ki tudod most mondani, a mindent meg tudod beszélni a másikkal, másrészt bizony olyan dolgokat is kapsz erőt kimondani, hiszen a Mars az erő bolygója, amihez eddig nem volt bátorságod, nem volt erőd, nem volt önbizalmad. Az a lényeg, hogy ennek a magas szintje az a plusz erő, amit ahhoz kapsz, hogy nyíltan, őszintén elmondj, megbeszélj dolgokat, vagy hogy óriási átütő erővel megérts lényeges dolgokat, nagyon-nagyon lényeges dolgokat az életedben. Nézzük! Az első két fényszög esetében, amit mondtam, ez a január 9 és a február 10, ugye ez nagyon közel van, a Mars itt fog haladni a Kos csillagképében. Kos. A Kos pedig új utakra visz. Az idei évnek különben is nagy üzenete a megújulás. Na most ezek a fényszögek, ahol a Mars a Kos csillagaiba jár tehát, szellemi téren egyértelműen új utakhoz segít hozzá téged magas szinten. Vagyis olyan verbális helyzeteket kapsz ezeken a napokon, ha jól éled meg az energiát, tehát még egyszer fontos lesz hozzá az öllegyőzés üzenetét belevinned magas szinten. Olyan verbális helyzeteket kapsz ezzel az égi hatással, ami neked a Kos csillagai révén megmutat valamilyen új irányt, valamilyen új lehetőséget, ami az isteni felé visz. Tehát mindenféleképpen érdemes tudatosan jól megélni ezeket a napokat. Március 30-án lesz szintén egy fontos merkúri hatás. Itt fog együtt állni a Merkur a Neptunusz bolygóval, hát azt lehet mondani, hogy határon, tehát a vízöntő csillagkép jövő vize, és a visszaúszó halak, ugye ez a visszaúszó halak fonal végig, itt a határán fognak találkozni, fölöttük a gyönyörű szép Pegasus paripa, a tártos paripa szárnyalás üzenete. Ezen a napon kifejezetten szívből ajánlom, különben is nagyon szeretett témámat, a meditációt. Természetesen a Neptun beavató, belső út, szimbólum és bolygó, illetve az egység szimbóluma. Kifejezetten olyanoknak is ajánlom ezen a napon a meditációt, akár elsőre is kipróbálni, akik eddig nem indultak el, vagy nem tudtak elindulni ezen az úton. A Pegasus paripa
fog elvezetni téged a forrásodhoz, a belső forrásodhoz. És ez a belső forrás olyan erővel tölt fel, olyan isteni erővel, amit utána később bármikor tudsz használni, amiből később bármikor tudsz meríteni. Tehát ez is egy nagyon, nagyon szép pillanat lesz. Április 18-19. Még mindig Merkúri hatásnál járunk. Ezt azért szerettem volna ebbe a folyamatba kiemelni. Mert ugye úgymond csak egy nap Merkúr együttállásról van szó, ebből általában 3 vagy 4 szokott lenni minden évben. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát nem egy nagy dolog. Mégis szóba hozom. Azért, mert ez a nap Merkúr együttállás idén egy különleges helyen lesz, és egy olyan különleges helyen, ami emlékeztetni fog minket a 2021-es évnek a fő üzenetére, amiről, ha emlékeztek a tavaly őszi előadásomra, és a tavaly nyári előadásomra, én ott olyan címeket használtam, hogy az isteni énhez való visszatalálás ideje volt a 2020. Ez az április 18-19-i fényszög, a nap Merkur együttállás révén ugyanerre fog minket emlékeztetni, tudnélik itt fog bekövetkezni ebben a csillagképi környezetben. Az Ári is a csillagával fognak együtt állni, és a felfelé úszó halaknál lesznek, vagyis ugyanabba az energetikába állnak bele, ahol tavaly a Mars, 2020-ban a Mars egy különlegesen szép táncot lejtett, és azt szerette volna tudatosítani bennünk, és ahhoz akart nekünk 2020-ba erőt adni magas szinten, hogy bizony találjunk vissza végre a bennünk élő Istenhez. Na, aki ezt tavaly végigvitte ezt a folyamatot belül, és megtalálta önmagában az Istent, vagyis az Isten tudás, az Isten emberi minőség tengelyébe beleállt, az 2021-ben ezt gyönyörűen viszi tovább, meg utána is, és ez az energia pontosan tudja, hogy mit jelent, pontosan érzi, hogy mit jelent. Tehát az április 18-19 ahhoz ad lehetőséget, ahhoz ad egy plusz erőt, hogy egyrészt természetesen megerősítsd önmagadon belül az isteni részeddel a szövetséget. Hogyha még nem indultál el ezen az úton, akkor különösen ajánlom szeretettel a figyelmedbe ezeket a napokat, akár meditációban is, hogy figyelj oda erre a folyamatra, és a belső világoddal kicsivel több időt, több minőségi időt töltve ezt az erőt, tehát az isteni énednek az erejét fedezd fel magadba. Ami lényeges még ennél a csillagképi környezetnél, mint felfelé úszó halak, az ördögi körből való kilépésnek a nagy lehetősége. Tehát lényegében ez olyan április közepére bizony megint megérkezik ez a hatás, mint egy olyan témában, ami úgy érzed, hogy egyfajta visszatérő kör az életedben, ezen a ponton tudsz kilépni és szintet emelkedni. Április 24, ez elég közel van, erről az egész április 24-i időszakról fogok hamarosan külön is beszélni, hiszen ugye ez Sárkányülő Szent György időszaka, és azt lehet mondani, hogy az első negyed évnek a, hát hogy fogalmazom ezt meg, az első negyed évnek a kicsit küzdelmesebb üzeneteit és hatásait Sárkányülő Szent György fogja egy huszárvágással lezárni. Április 24-én mindenképpen együtt áll a Merkur az Uránusszal, a Kos csillagképében majd, és ez a szellemi forradalom, a szellemi tudattágulás, a szellemi dimenzióugrás egész évi témájában egy kiemelt pillanat lesz. Na, itt különösen hívom fel a figyelmet arra, hogy ezekbe az áprilisi napokban, tehát a Sárkányülő Szent György időszakban fokozottan érdemes figyelni arra, hogy új dolgokat, új témákat, új megoldásokat, új irányokat emelj be az életedbe tudatosan,
mert ez a megújulás, hogyha általad érkezik meg, és te emeled be, akkor a barátod lesz, és segíteni fog, és főleg abba fog nagyon segíteni, hogy a zsenialitásodat, és az újító ötleteidet, és az újító gondolataidat, amik megérkeznek ezzel a fényszöggel fokozottan, azokat át tud ültetni, és újra, és még jobban át tud ültetni a gyakorlatba. És akkor az őszi időszakból említettem, hogy egy pici ízelítőt azért adok, mert ehhez a Merkúri folyamathoz kapcsolódik, tehát ősszel a Merkur háromszor fog együtt állni a Marssal is. Az első időpont itt majd augusztus 19, utána október 10, november 10 lesz a záró hatás, amihez most csak annyit teszek hozzá, hogy ez az utolsó időszak nem máshol lesz, mint az angyal csillagaiban, amely egyértelműen megint a dimenzióugrásról és a szintemelkedésről üzenünk. Na nézzük akkor, ami lényeges a Szaturnusz és az Uranusz teremtő fényszögen, ugye ehhez az említett három időpont, az a február 17, a június 15, és az utolsó, képzeljétek el, hogy december 24-e lesz, szenteste. Nagyon szép. Messzire vezetnek, azt gondolom, ezek az üzenetek. Most nem fogok ebbe belemenni, mert több órás előadást lehetne csak erről tartani. De azért annyit hozzátennék, hogy ez szép jelzés, azt gondolom, a Teremtőtől nekünk arra vonatkozóan, hogy a Krisztus tudatosság, a krisztusi szeretet ereje és a jézusi tanítások, az igazi jézusi tanítások, azok mennyire fontossá válnak most is és továbbra is, hogy ehhez visszatérjünk, és az életünknek abszolút a részévé tegyük, beépítsük. Tehát ez a Szaturnusz-Uránusz harmadik fényszög ezzel az időponttal bizony ezt a kozmikus üzenetet rejti magában. Nézzük, a Szaturnusz pozíciója jelenleg, ugye ő a Szaturnusz, itt található. Zodiákus szinten valóban a vízöntőben van, ugye asztrozófusként én elsősorban a csillagképi szimbolikát, a valódi csillagképi hátteret nézem hozzá, amit itt látok, ez a bak csillagkép, és ez a bak csillagképnek, ahol most ül el a feje, fölötte pedig szárnyal a sas Aquila. Az Uránusz pozícióját is nézzük meg, ő a kosban, ja, ez a kos, és a kos csillagképnek itt a fej részénél van elsősorban az Uránusz. Hát egyértelműen leegyszerűsítve a szimbolikát a bak és a kos csillagképek találkoznak a már említett teremtő fényszöggel. A bak a sorsodalás művészete. Tehát arról szól az időszak, hogy itt az ideje és itt a nagy lehetősége annak, hogy visszavedd a sorsod feletti hatalmat és a sorsod feletti uralmat. A bak királyi szimbólum. Ugye úgy mondjuk, hogy három nagy király van az égen, a bak, az oroszlán és Nimród, és a bak az a csillagkép, aki úgy építi fel a királyságát, belső királyságot, hogy a legalacsonyabb sorból indul. Tehát olyan érzése is lehet az embernek esetleg, hogy vesztes pozícióból indul, ami semmi problémát nem rejt magában, mert ebből a vesztes pozícióból lehet feljutni a csúcsra, hogy a bakkecske szépen fokozatosan és nagyon nagy kitartással felmászik a hegynek a legtetejére, nem adja föl, fölmászik. És ott a hegy tetőn megáll a meredeknek, a meredének a legszélén, letekint a mélybe, és tudatosítja magával, ráébred arra, hogy valójában ő az egész világának az ura. Ebbe az állapotba lehet eljutni idén. Ebbe az állapotba, ha belehelyezkedsz, megint egyértelműen belső állapotról van szó, akkor megérzed magadban azt a ős erőt. Mert a Szaturnusz az ős erő. Tehát megérzed magadban azt az ős erőt, hogy valójában uralod a félelmeidet, uralod az egész saját belső világodat, és ezáltal az életednek te vagy az ura.
Tehát nincs kint fölötted hatalmi erő, mert te kezedben van újra a hatalom. Ezt segít tapasztalati úton megérteni, működtetni, és megint arról szól a történet, átültetni a gyakorlatba a szaturnuszi energia. Nagyon fontos, nézzük meg, hogy a bakcsillagképnek ez a múltba tekintő feje. A múltba egy picit érdemes visszatekintgetni. Nem sorolom fel újra a három fényszöget, de ugye főleg azok lesznek majd a kiemelt pontok. Az első, tudjátok, most februárban már nagyon közel van. Tehát visszanézni egy kicsit a múltban, akár egyéni szinten a saját múltamat érintve, vagy akár nemzeti szinten, akár csoport szinten, akár az emberiség szintjén is adott esetben, és azokat az eddigi tapasztalataimat, tapasztalásaimat végignézni, most egy más aspektusból, hiszen most már nem vagyok benne, igaz? Kicsit kívülálló vagyok. Ez a bak szimbólum és az itt történő rálátás, azt mondjuk, hogy ez az érzelemmentesség állapota, ami egy nagyon jó lehetőség arra, hogy objektíven tudj ránézni esetleg a saját eddigi problémáidra is, és azt fogod látni, azt fogod tapasztalni, hogy teljesen máshogy látod ezeket a dolgokat. Na, ez már egy olyan tapasztalat lesz a számodra, ez a másfajta rálátás, ami a benned élő erőt, a benned működő őserőt stabilizálja, illetve egy nagyon nagy tudást ad a kezedbe, és arra emlékeztet, hogy a tudás hatalom. Nézzük az Uránuszt, aki, ahogy említettem, a kos csillagaiba jár. A megújulásnak az energiája egyrészt, másrészt a szabadságnak az energiája, ami, még egyszer szögezzük le, hogy a félelmektől való szabadságot jelenti. Ha ez a kezedben van, és ezt te tudatosan működteted és éled, akkor ezzel a teremtő fényszöggel nem csak a sorsod urává válsz, mondja a bak, hanem el tudsz indulni egy teljesen új úton, mondja a kos. Nézzétek, azt gondolom, hogy az idei évben, bár kicsit szaturnuszi módon, vagyis fokozatosan, óvatosan, lépésről lépésre, ez mind szaturnusz jel. De kinyílik az a kapu, ami egy új korszak. 2020-ban én is, és mások is sokat beszéltek arról, hogy bizony az emberiség egy új korszak kapujába érkezett. Van, aki ezt egészen aranykornak fogalmazza meg. Én úgy fogalmaznám meg, hogy egy új korszak. Ez egyértelműen itt van. A tavalyi Plutós évünkkel, ugye, a régi világ az hát bizony összeomlott. És ez szükségszerű volt. Tehát a Plutóról azt kell tudni, aki a tavalyi évnek a főszereplője volt, hogy a Plutó azt csinálja, ő úgy működik, hogy minden életképtelen halott dolgot elvisz, méghozzá teljesen. Na, ezt a munkáját ő tavaly elvégezte, az idei évben Plutós hatások nem lesznek dominánsan, egy-két napot fogok majd csak kiemelni, de már nem domináns. És ezáltal megnyitotta a kaput, gondolom már érzitek, hogy akkor tényleg mennyire gyönyörű magas szint ez a Szaturnusz-Uránusz kvadrát, hiszen megnyitotta a kaput egy új iránynak. Tehát egy teljesen új iránynak, egy új világnak, egy új dimenziónak, hogy egy kicsit nehéz szemben fogalmazok, ezt is mondhatom, amely új úton te akkor tudsz belépni, és akkor tudsz elindulni, még egyszer. Ezt nagyon szeretném, hogy megértsétek, azért foglalom össze még egyszer. Akkor tudsz elindulni, ha egyrészt a sorsod urává váltál, tehát megérezve magadban azt az őserőt, hogy a belső világodat te már uralod, és a saját életednek te vagy a főnöke, te vagy a, szimbolikusan mondom, királya, vagy királynője, ezt magadban megérezve és működtetve a gyakorlatban a kos és az Uránusz közös ereje által
felszabadultál a félelmeid alól, és az új irány kinyílik, ami most már akkor majd el fogsz tudni indulni. Magyarul az idei évben bizony bátorítok arra mindenkit, hogy nagyon jól el lehet kezdeni új ötleteket, új terveket, új projekteket, olyan új esetleg megoldásokban érdemes gondolkozni, amire lehet, hogy még tavaly azt mondtad volna, hogy az őrültség. Az Uranus, kicsit jó értelemben mondom, az őrültség, az őrült dolgoknak is a szimbóluma. Azok az őrült dolgok, amikbe te szárnyalni tudsz, és a többiek is szárnyalnak veled. Tehát amin változtatni kell, és akkor talán ez is egy olyan dolog, amire szeretném, hogy odafigyeljél. Az eddigi merev szokásokon, azok a merev dolgok, amik mondjuk évtizedek óta vagy évek óta téged kísérnek, ide tartozik a hétköznapi rutin például. Amikor mindig ugyanazt csinálja az ember, hétfőn is, kedden is, szerdán is, minden ugyanúgy megy, na, az Uranus ezt nem szereti. Tehát, ha te okos vagy és bölcsen jól akarod használni ezt az energiát, akkor mit csinálsz most 2021-ben? Megújítod az életedet. Tehát azokat az eddigi rutin tevékenységeket, ami szinte úgy épültek be az életedbe, hogy már észre sem veszed, de mindig ugyanazt pörgeted, azokat te saját magad megtöröd, áttöröd. Itt lépett be, amit mondtam az előadásra, hogy a belső korlátok áttörésének az időszaka. Jó? És hogyha ezt megléped, akkor a kos csillagképnek az elejét, tehát az új utat megnyílnak üzenetek, rögtön megérzed, és rögtön fogod tudni ezt az energiát az életedbe működtetni, méghozzá jól működtetni. És akkor annyit szeretnék még ez a fényszakhoz hozzátenni a Szaturnusz tekintetében. A Szaturnusz a felelősségvállalásnak a bolygója. Tehát az idei évben bizony az életünkért való felelősségvállalás az szintén fókuszba fog kerülni. Meg kell hozni olyan döntéseket, ami egyénileg kell mindenkinek meghozni ezeket a döntéseket, és ezek mind-mind a felelősségvállalásról szólnak. Ahhoz, hogy te jó döntést tudjál hozni. És ahhoz, hogy a szabadság az igazi, és ne egy álszabadság legyen esetleg az életedben, ahhoz neked az Uranusz energiát magas szintre emelve úgy kell tudnod működni, hogy az igazi szabadság belső állapotában legyél, ami tehát a félelmektől való felszabadulás állapota. Itt szeretnék akkor most megint megállni egy pillanatra, és mondani egy-két gondolatot a meditációról. Ezt mindig meg szoktam tenni, most is megfogom. Tudnék, a félelmekhez kapcsolódik. Aki a meditációt beépíti az életébe, akár úgy, hogy tényleg napi szinten rászánja azt az egy órát, de legyen az esetleg csak egy fél óra, higgyétek el, hogy be lehet építeni. Az egy idő után eljut egy olyan belső állapotba, egy olyan belső lelki-érzelmi állapotba, szellemi állapotba is persze, ami nem engedi már a félelem energiáját megjelenni az életében. Az a helyzet, hogy magáról csak a meditációról szintén több órás előadást tudnék tartani, de most nem fogok, mert hihetetlen messzire vezet az egész. De azért lényeges itt az Uranuszi és a szabadság üzenetéhez bekapcsolni megint a meditációt. Mert az igazi szabadság, és majd 2021 végére fogjátok talán igazán megérteni ezeknek a mondatoknak a jelentőségét, hogy az igazi szabadság az belül kell, hogy megszülessen, különben csak egy hamis szabadság lesz belőle. És azt fogod akkor esetleg majd alacsony szinten érezni év végére, hogy a Szaturnusz korlátoz. Tehát ha nem akarsz korlátok között élni, és igazi szabadságra vágysz, akkor ezt belül kell megteremtened, és a meditáció ez a legjobb barátod. Tudnélik, a isteni énethez egyrészt elvezet, és összekapcsol az isteni forrásoddal, innentől kezdve már csak jó lehet az egész történet. Másrészt, a meditációban tanulod meg uralni az elmédet és gondolataidat. És ahogy láttátok itt a Merkuri energiáról, tehát a gondolatokról, a gondolatok teremtő erejéről, többször is beszéltem eddig, ahhoz, hogy te egy szituációban ebben jól bele tudjál állni, és valóban tudd a gondolataidat
megfogni, uralni az adott helyzetben, és jó irányba, tehát pozitív, teremtő, örömteli, boldog irányba működtetni, szépre, jóra fordítani a gondolataidat, ahhoz neked már egy kis gyakorlatra szükséged van, és erre a gyakorlatra a meditatív állapotban tudsz szert tenni. És akkor most azzal szeretném folytatni, hogy egy kicsit végigvesszük a hónapokat, hogy mik a legfontosabb időpontok a adott hónapokban. Január 13, ugye ez is már egy elég közeli időszak lesz, a Mars és a Szaturnusz között fog létrejönni egy teremtő fényszög. Ez azért érdekes, mert ez egy 2020-ból átcsatoló energia, ez az úgynevezett harmadik Mars-Szaturnusz kvadránt. Kifejezetten a belső korlátok áttöréséhez ad egy nagyon-nagyon jó erőt. A másik fontos időszak, ez a most szintén közel lévő hétvége, ez a január 9 és 12. Nagyon erős energia jelenik meg az égen. Tulajdonképpen ez a csoportosulás itt már ki is rajzolódik. Itt látjátok nagyjából kirajzolódni. Ez a Merkur, a Szaturnusz és a Jupiter nagy hármas együttállása január 9-12 között, akik lényegében egy teremtő fényszöget alkotnak már a Marssal, a vörös bolygóval, aki hamarosan együtt fog állni az Uránussal, tehát lényegében ez az a hatás, amelyben 5 bolygó vesz részt egyszerre. Azt lehet mondani, az egész évnek a legerősebb hónapja a január lesz, a második legerősebb hónapja a február lesz, és amikor kicsit már simulnak ki az energiák, tehát nem lesznek annyira mondjuk úgy küzdelmesek, az március közepétől fog enyhülni egyszer, és aztán május elejétől másodszor, és onnantól kezdve már kisimulnak a dolgok. Tehát úgy készüljetek, hogy az év első 3 hónapja az egy olyan időszak, ahol tengelyben kell lenned, isteni tengelyben. Ez a január 9-12, tehát ez a nagy hármas együttállás, ez kifejezetten ugye természetesen fölöttük ott a sas. Tehát nem csak a bak csillagaival érintettek, fölöttük megint ott van a sas csillagkép. Tehát ez megint egy olyan időszak, ami a tudatosságnak, a tudatosodásnak kedvez, illetve a nagyon fontos dolgokat tudunk megérteni. Tehát az egész életünk, a sorsunk szempontjából lényeges dolgokat tudunk megérteni, és az Isten tudásról, ugye ott a jupiteri energia, az Isten tudásról, a valódi teljes tudásról szól, ehhez segít sokkal könnyebben hozzáférni, természetesen a nagy beszélgetéseknek, a nagy, őszinte, nyílt, tiszta szívű beszélgetéseknek nagyon, nagyon is kedvez. A következő nagy hullám januárban, az a január 17-18 körüli időszak, az fog történni, hogy ugyanebben a Szaturnusz-Jupiter együttállásban, ők a Szaturnusz-Jupiter együttállás, majd a nap, aki még csak itt jár, szintén belesétál. Tehát a Szaturnusz, a nap, a Jupiter és a Plutó négyen összeadódnak, és szintén közös teremtő fényszöget alkotnak a Marssal, aki akkor már együtt áll az Uránussal a kos csillagaiban. Ez a hatás, amíg az első, tehát a Merkuri hatás, amiről beszéltem inkább, a kommunikációban hoz nagy átütő eredményeket, addig a második hatás, itt amikor a nap lép bele ugyanebbe a szituációba, már a cselekvőerőnek kedvez. Tehát megtenni, meglépni dolgokat. Nézzétek, én azt gondolom, hogy főleg ez a január 17-18 körüli időszak, ez a belső átminősülés, a nagy belső átalakulások szempontjából kiemelkedően jó lehetőség, illetve megtenni, meglépni olyan dolgokat, amihez eddig nem volt erőm, nem volt bátorságom esetleg, szintén nagyon jó hozzá a január 17-18 körüli időszak. Jó, a január 14-ét
mindenképpen szeretném itt még kiemelni. Január 14-én fog együtt állni a nap a Plútóval. Ez a sorsfordítás napja tipikusan, tehát nagyon kedvez ahhoz, hogy valami konkrét cselekvőerővel, valamit konkrét cselekvőerővel átültess a gyakorlatban. Lehet egy nagyot fordítani vele, átfordítani, átminősíteni segít dolgokat. Hát a következő az a január 20-a lesz. A január 20-a az az időpont, amikor az Uranus együtt áll a Marssal. Csillagképi környezet, tehát a kos, a vörös bolygó. Az Uranus, vagy a Mars, bocsánat, és csillagképi környezetük a kos csillagkép. Zodiákus szinten ez a bikában fog bekövetkezni, ezért említettem úgy, hogy a Mars poláris minőségébe lesz. Ez egy nagyon erős forradalmi energia, ez a Mars-Uranus együttállás. Az életedet egyéni szinten segít forradalmasítani, segít egyéni szinten a nagy megújulásban, tehát a megújulás, az újítás napja, segít tudatosítani azt, és ezt nagyon-nagyon kiemelném, hogy te miben vagy zseniális. Tehát a benned lévő zsenit ébreszti fel ez a január 20-a, és segít megtenni azokat a forradalmi lépéseket egyéni szinten az életedben, ami már régóta érzed esetleg, hogy szükséges, most megkapod hozzá az erőt és a bátorságot. Az Uranus a bátorság, vagy bocsánat, a Mars a bátorság bolygója is, az Uranussal karöltve, ez egy rendkívül jó lehetőség. Mivel poláris a Mars, ezért ebből a megújulásból, ebből a zsenialitásból, ebből az életednek a forradalmasításából a maximumot tudod kihozni. Megint mire kell figyelned, hogy légy észnél, vagyis légy tudatos, magas szinten a Mars az öllegyőzés erejét adja a kezedbe. Tehát az indulati energiákat, ha esetleg fölmerülnének, akkor tudatosan fogd meg, állítsd meg, és tereld jó irányba. Nézzük, a január 23-a a Mars és a Jupiter között jön létre egy nagyon szép teremtő fényszög. Ez különösen kedvez ez a nap, azért szerettem volna kiemelni, a hálaadó imának. Tehát ez az imának a kiemelt pillanata. Nyilvánvalóan az imának, a hálaadó imának mindig jó pillanata van, tehát mindig hatalmas ereje van a hálaadó imáinknak, de ilyenkor, amikor egy ilyen kozmikus energia megjelenik, akkor egy kicsit még nagyobb az ereje, itt azt lehet mondani egy poláris Marsnál, hogy nem is kicsit, hanem bizony átütő ereje van minden szeretettel és pozitívan, boldogan, örömmel elmondott imádságnak. A január 23-29, ezek meghatározó időszakok még, tulajdonképpen ugyanez a hatás a Mars és a nagy nap Szaturnusz-Jupiter között létrejövő hatás felerősödik. Tehát a belső korlátok áttörésében ismét nagyon nagy segítséget ad. Azt érdemes talán végig gondolnod, akár addigra, mire bekövetkezik ez az időpont. Úgy nagyon őszintén, hogy mi az, amivel te magad eddig korlátoztad. Nagyon-nagyon fontos itt már azt tudnod, de egy erős Isten tudatban, tehát egy belső Isten tudatban, az ember számára ez már nem is kérdés, hanem egyszerűen tény, hogy minden, ami kint van, kívül, az az elmémnek a kiterjesztése. Tehát nincs olyan, hogy kint valami hibás, kint valami rossz. Ezt a kifelé mutogatást tulajdonképpen el kell felejteni. Minden belőlem indul ki. És hogyha ezt megérted, akkor arra is könnyebben rálátsz, hogy rendben van, akkor mindaz, amire eddig azt mondtam kint, hogy az korlátozott, az azért, az ezért, azt azért nem tudom megcsinálni, azt megérted, hogy csak egy belső korlátodból fakad. És ezt a belső korlátodat segít
ez az előbb említett időszak átütni, áttörni. Visszatérek megint oda, hogy az uránuszi energia ugye benne van, hiszen Mars uránusz együttállásban vagyunk. Ezt hívom én belső forradalomnak. Amikor ezeket a kirobbanó forradalmi energiákat te a saját belső korlátaid áttörésére használod, és a saját életed forradalmasítására, a szellemi szárnyalásra használod fel. A január 26-a szintén fontos lesz. Itt külön egy kicsit kiemeltem azt, hogy ez a napnak és az uránusznak a szoros kvadrátfényszöge. Ez a felszabadulás napja, így is lehet mondani, a szabadság napja, a belső szabadságé. A nap-uránusz kvadrát megint egy kiváló pillanat egyrészt. Rálátni arra, hogy te miben vagy zseniális, ismét itt egy nagy lehetőség erre, meglépni valami új dolgot, valami új irányt az életedben, illetve saját magadat felszabadítani. Tehát azt megérteni, hogy nem kívülről várjuk a szabadságot, nem más fogja a kezünkbe adni, senki nem adja a kezedbe kívülről a szabadságot, belül neked saját magadat kell felszabadítani, üzeni megint a január 26-a a félelmeid alól. Február. Na, a februárban lesz egy olyan nap, ez február 1-e egészen pontosan, és akkor ide emelhetjük természetesen január utolsó napjait is, hiszen ott már érződik egy kicsit. Amire szeretném megint felhívni azért a figyelmet, mert erős, nagyon erős energiája lesz. A nap és a Mars fog egymással teremtő fényszöget alkotni. Ez azért meghatározó fényszög, mert ebbe a pozícióban mind a két bolygó poláris lesz. A Mars még a Bika zodiákus jelébe polaritásban van, a nap pedig január 20-án belépett a vízöntőbe, vagyis ő is poláris lesz. És tudni kell azt, hogy ők a két cselekvő bolygó rendszerbe. Tehát a két cselekvő bolygó ereje teljében dübörög. Maximumra törekszik, viszont ha nem vagy észnél, olyanok, mint a gyors vonat, elsodor. De ha te észnél vagy, akkor erre a gyors vonatra egy jó pillanatban, egy isteni pillanatban felugrasz, és elindul veled, és szárnyal, a szellemi szárnyalás ideje, és a szellemi szárnyalásnak a nagy lehetősége, illetve átlagon felül nagy erő van ebbe a február elsőjében. Erő, ez az erő maximuma. Erő ahhoz, hogy valamit megtegyél, meglépjél, megcsinálj, tehát átültesd a fizikai síkra, áttörd a belső benned lévő eddigi akadályokat, korlátokat, ide sorolva akár magát, az önbizalom hiányt. Tehát, vagy a másik nagy témát, az sokat emlegetett, félelmeket. Tehát ez a február 1-e neked magas szinten, ha a tengelyben maradsz, tehát isteni tengelyedben, ha végig tudod azt, hogy ma nagyon fontos lesz, hogy önmagadat kritikus pillanatokban legyőzd, tehát ne vigyenek el megint esetleg az indulati energiák, többiek, és hogyha ezeket te magas szinten magadban megtartod február 1-én tudatosan, akkor egy olyan plusz erő, egy olyan isteni erő birtokába jutsz, amivel a lehetetlent is meg tudod csinálni. Nagyon-nagyon jó lehetőség ez az időszak. Látjátok, a Mars még mindig ott jár a kos csillagaiban, tehát a február 1-e természetesen ahhoz is erőt ad neked, hogy egy olyan új úton elinduljál, amit lehet, hogy egy évvel ezelőtt még ki sem mertél volna próbálni. Most kinyílik ez a lehetőség. Február 10-én az a bizonyos Merkur-Mars kvadrát sorozat az egyik epizódjához érkezik. Ugye ez az, amiből említettem, hogy majd három lesz. Annyit tennék hozzá ez a naphoz, hogy a nyílt őszinte kommunikáció, tehát a nagy beszélgetések ideje, erőt ad elmondani, kimondani, erőt ad megérteni,
fontos dolgokat. Február 11 és 14-e között egy nagyon szép hármas, bolygó hármas jelent meg az égen. Igen. A Vénusz, a Merkur és a Jupiter hármasa. Merkur egész felül van. Vénusz, Jupiter. Nagy, olyan kicsit olyan, mint egy háromszög lenne. Bak csillagaival, vízöntő múlt vizébe. Ez az együttállás, ez több napon át érződik, ugye azért is adtam meg így az intervallumot, és egy olyan pillanat megint, ami segít minden múltból hozott terhet letenni, tehát hogy szabaddá válj végre, egyértelműen megint megjelennek benne a nagy beszélgetések, méghozzá vénuszi beszélgetések, a szeretet nyelv, a szerelem nyelv. Elmondani, beszélni az érzéseimről nagyon segít, vagy egyáltalán csak megérteni végre az érzéseimet, azt adott esetben elmondani, kimondani. A nagy szerelmi vallomások időszaka is egyébként, és a jupiteri energia is benne van, tehát egyértelműen, hogy ez igazság lesz a fő vezérlő el. Hogy végre szeretném elmondani az igazságot az érzéseimmel kapcsolatban, illetve az emberi kapcsolatokat, a szerelem témáját, a párkapcsolatokat természetesen ugyanígy érinti. A február 17-e lesz a tehát első Szaturnusz. Uranus kvadrend, ezt az előadás első részében már említettem, a februári időpontoknál mindenképp ki kell hangsúlyozni, hiszen ez a február 17-e, most már nyilván pontosan tudjátok, hogy a felszabadulás és a szabadság napja ismét ebben egy pillanat, és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a saját belső korlátaidat átlépd, áttörd, és azt mondja a Szaturnusz, aki az idő ura, hogy ideje van ennek a felszabadulásnak, és a terhek letételének. A február 10-e egy Vénusz és egy Mars között létrejövő teremtő energia, teremtő fényszög. A Mars még mindig a kos csillagaiba jár, ez a férfi és a nő közös összeadódó teremtő erejére hívja fel a figyelmet. Hát a szerelem időszaka szintén, ugye a Vénusz és a Mars, és egy nagyon termékeny teremtőerő. Azért nagyon szép hatás, azért szerettem volna kiemelni ezt, mert a két láncolag ellentétes energiát, tehát a női és a férfi energiát gyönyörűen lehet, tökéletesen lehet együtt működtetni. Tehát ez a február 10-e mutatja azt meg, hogy mit jelent az, és milyen hatalmas dolgokat tud létrehozni az a, az, az energia, amikor a férfi és a nő és a férfi összeadja az erejét, összeadja az energiáját, és ezt közösen, valami közös teremtésre, valami közös alkotásra, úgymond egy közös nemzésre használja és működteti. A február 21-e egy olyan nap, a Merkur ekkor fordul majd meg a vízöntő múlt vizében, amely abban segít, hogy jobban megértsd azt, azokat az esetleges hatásokat, dolgokat, energiákat, amik még a múlthoz kötnek. Legyenek itt megint, engedjétek meg, hogy megint ezt a részét emeljem ki, mert idén nagyon fontos téma lesz, hogy legyenek itt megint akár a félelmeink, tehát a vízöntő múlt vizében megforduló Merkur segít megérteni, hogy milyen picike kis vagy nagyobb energiaszálak, félelemszálak kötnek még múltbeli dolgokhoz, és ez alól tudjuk, hogy a Szaturnusz-Uránusz háromszoros fényszögével, tehát most itt az idő és itt a nagy lehetőség, hogy felszabadulhatok. Nézzük a márciust. A maga a Mars bolygó március 4-éig lesz poláris. Ez azt jelenti, ahogy említettem már, a január-február lesznek az év legerősebb, legdinamikusabb, legnagyobb energiákat megmozgató hónapjai, és utána ez szépen elkezd kisimulni.
És ennek az egyik hatása, ez március 5-től 6-ától már érezhető, a Mars kilép a polaritásból, tehát sokkal könnyebben lehet ezzel az energiával majd dolgozni. Inkább úgy mondanám, hogyha megengeditek, hogy nem lesz, nem kell annyi sok plusz energiát belefektetni, kicsit úgy érezheted majd, hogy úgy fellélegzel, hogy lehet pihenősebbre venni a dolgokat. Március 11-e a Nap és a Neptun között jön létre egy nagyon szép fényszög. Ezt már egyszer már említettem a Merkur révén, ugyanebben a határban vízöntő múlt vizet, de már a visszaúszó halaknak ez a része itt találkoznak. Fölöttük a Pegasus Paripa, szintén kiváló nap, tehát a meditációra, az elmélyülésre, az egység, a belső egység megélésére, a mennyei szerelem megélésére, illetve a jézusi tanítások befogadására. A jézusi szeretet vagy a Krisztus tudat befogadására a szívedben. És ezt követi lényegében március 14-én egy Vénusz-Neptun együttállás. Ebből már lehet érezni, hogy itt három bolygó megint együtt áll. Ebben a március 10-14-e közötti időszakban a Nap, a Vénusz és a Neptunusz. Hát ez egy rendkívül szép, harmonikus, lágy, kifejezetten nőies időszak. A szeretetnek és a szerelemnek nagyon-nagyon kedvez. Megélni azt az érzést, azt az állapotot, hogy mit jelent szerelemben lenni, akár a pároddal szerelemben, vagy akár az életbe vetett szerelemre is gondolhatunk, ezt segíti ez a párnak. Erre tudsz ráhangolódni. Ezt tudod megélni, és utána természetesen, mint minden tranzitnál, már viheted tovább magaddal. Tehát ha egyszer megéled az energiát, megtapasztalod, utána már a tiéd, beépül a sejtjeidbe, viheted tovább magaddal. Ezért érdemes rá odafigyelni természetesen a meditációnak, és a belső elcsendesülésnek különösen kedvez, és azért itt szeretném kihangsúlyozni, hogy igen, a szerelem napjai, és a mennyei szerelem. A Nap és a Vénusz hatásáról egy pillanatra azért szeretnék megállni, mert március 5-e és április 17-e között idén eléggé szép, különleges módon, tehát ez majdnem egy másfél hónap, végig együtt fog állni a Nap és a Vénusz, így fognak együtt haladni kéz a kézben. Ahogy említettem tehát, valóban az történik, hogy az év első két hónapja lesz fajsúlyosabb, és biztos érzitek már, hogy ez a március, ez már abszolút a szeretet rezgését, a harmónia, ugye a Vénusz a harmónia, a béke. A Neptun maga a mennyei harmónia, tehát a béke, a harmónia, és a mennyei érzések, és az isteni érzéseknek a rezgését hozza el az életünkbe. Az érdekesség az, hogy azáltal, hogy március eleje és április 17 között a Nap és a Vénusz folyamatosan együtt állnak, lényegében együtt fogják idén elérni a tavaszpontot. Tehát ami nagyon lényeges lesz meg idén tavasszal, az a március 20-a, délelőtt 10 óra, amikor bekövetkezik a tavaszi napi egyenlőség. Ugye ez minden évben bekövetkezik, mi mindig innen számítjuk egyébként az új korszakot. A Nap eléri a tavaszpontot csillagképileg, ez itt a visszaúszó halak csillagaiban fog bekövetkezni, de idén nem egyedül fogja ezt megtenni, hanem úgy, hogy együtt áll azzal a Vénusszal, aki a szeretet és a szerelem energiájával tölt fel minket. Tehát az idei tavaszi napi egyenlőség a szeretet diadala és a szerelem diadala lesz, és a nőiség erejére hívja fel a figyelmet. A női szereteterő és minden, ami a női energiához, a gondoskodó, ölelő szeretethez, és ahhoz a minőséghez kapcsolódik, amit a nők igazán jól tudnak, hogy szépé tenni magunk körül a világot.
ez a szépé tenni magunk körül a világot, és még szebbé, és még harmonikusabbá, és még ragyogóbbá, ez az idei tavaszi napi egyenlőségnek az alaprezgése. És mivel amilyen a kezdet, olyan az egész, ezért 2021 tavaszától ez az energia, ez az alaprezgés. Tehát ez a szeretet, ez a szerelem, és ez a női bűbáj, ez a női szeretet, szerető ölelő kar, ez fogja behangolni, felhangolni az egész új korszakot. Tehát nagyon-nagyon lényeges azt tudni, hogyha egyszer egy tavaszi fordulópont, ami eleve új korszakot jelez, ilyen csodálatos módon veszi kezdetét egy vénuszi minőséggel, akkor azt gondolom, hogy azt tényleg kijelenthetjük, hogy egy csodálatos, nem csak új és zseniális időszak veszi kezdetét az emberiség életébe, hanem egy szereteten alapuló és egy szerelmen alapuló új korszak, egy új teremtő korszak. A márciusi időszakból, ami még lényeges, szintén a Vénuszhoz kapcsolódik, az egy új hold. Ez március 13-án lesz, és ezt azért szerettem volna kiemelni, mert nem emelek ki nyilván minden új holdat. Mert idén, 2021-ben egy különleges hatás az, hogy két olyan új hold is lesz tavasszal, ami mind a kettő Vénusszal kapcsolódott össze. Március 13-án tehát az egyik új hold, ami egy naphold együttállás, amelyben benne áll a Vénusz. Majd mondom a következőt, az április 12-én lesz. Április 12-én lesz újra egy új hold, de mivel ott a nap még közel van a Vénuszhoz, ezért szintén beáll harmadiknak a Vénusz. Tehát naphold Vénusz. Tehát a vénuszi energia ezzel a dupla új holddal megáldva, ez egy nagyon szép időszakra készít fel minket. Március 26-át szeretném még kiemelni, amikor a nap és a Vénusz tulajdonképpen szorosan fognak majd együtt állni. Ez már a tavaszpont után lesz, tehát a kos zodiákus minőségében csillagképileg, a ma már említett visszaúszó halak csillagaiban, a termékenység, a teremtő erők, a művészi szárnyalás időszaka. Nagyon jó lehetőség arra, hogy rálássunk nem csak az érzéseinkre, nem csak a párkapcsolat és általában az emberi kapcsolatok témájára, hanem arra is segít tisztán rálátni, hogy milyen isteni teremtőerők szunnyadnak bennünk, amit természetesen az idei egész évet meghatározó Szaturnusz-Uránusz kvadrát segít átültetni a gyakorlatba. És ezeket a zseniális bennünk lévő lehetőségeket végre kézzel foghatóvá tenni, tehát felhozni és működtetni. A március 30-a, ez csak egy fél mondat erejéig, a meditáció napja ismét, és ennek a belső útnak, a belső elmélyülésnek kedvez. Nézzük még az áprilist. Április 9-e, az a nap, amikor a Mars és a Neptunusz bolygó kerülnek egymással teremtő fényszögbe. Április 9. Mars-Neptun teremtő fényszög. Hát ezért szerettem volna megmutatni, mert itt áll a Mars. Bika szarva, fölötte az Auriga és a Nimród. Hát ez majdnem a Nimród koronája felé halad, már kilép a Bika szarvai közül, az Auriga pedig tejút, kapu. Na most ez egyrészt, azt szerettem volna ezt hozzátenni, megint óriási erő a meditációban, és a Neptun a képzelő erő szimbóluma is. Tehát mindig, minden nap nagyon jó tudatosan használni a képzelőerőnket, hiszen tudjuk azt, hogy ugye a képzelet és a hit az igazi nagy teremtőerők bennünk, meg az egész univerzumban. Tehát nagyon lényeges ezt a kettőt együtt tudatosan működtetni, de ez a nap, ez kiemelten a képzelőerőnek a,
a napja, vagyis érdemes olyan témákra, olyan dolgokra fordítani, amelyben te a belső képzelő erődet használod tudatosan. Akár egy meditációban, amiben imaginációs technikával dolgozol, akár csak napközben minél többször pozitív képeket tehát behívsz magadnak, tehát a képzelő erődet, az tudatosan pozitív képek, jó vágyképek, pozitív jövőkép irányába használod, mert ez megint egy kvadrátfényszög, tehát megint teremtő erő fog benne megjelenni, tehát ezt a teremtő erőt fordítsd a saját javadra, és használd arra, hogy egy olyan varázserőt működtetsz tudatosan, ami a te varázserőd, ez mindenkiben ott van, hogy a képzelő erőddel megteremted, lehívod az anyagba a szívből született boldog örömteli vágyképeidet. A bika szarva az öllegyőzésről szól, és mivel a Neptunnal fog teremtő fényszögbe lépni, megint lényeges lesz arra figyelned április 9-e időszakában, hogy a félelmeidet győzd le. Ez a fényszög ugyanis megadja hozzá az erőt, hogy a felbukkanó esetleges még kis félelemmanókat le tudod győzni magadba, és ezáltal a bika szarvával hatalmas emelőerő születik meg a kezedben, aki természetesen, amely már ugye a te út felé, tehát az isteni minőség felé emel téged. Ezért ez egy rendkívül nagy erő, egy rendkívül jó lehetőség a képzeletnek, az óriási erejére figyelmeztet. Természetesen segít a spirituális gyakorlatokban, és a érdekessége az, hogy a tudatalatti szimbólum az maga a Neptun, és a tudatosság bolygó az a Mars, találkozik összeteremtő hatással, vagyis egy nagyon jó pillanat arra, hogy bizony a tudatalattidba lévő esetleges nem jó programokat, nem jó kódokat segít tudatosítani ez a nap. És ez megint egy bika szarvával megélhető pozitív emelőerő lesz már az életedben, hogyha tudatosítod azt, hogy mi az a rossz program, amit eddig futtattál a tudatalattiba, mert onnantól kezdve át tudod írni ezt a programot. Amivel zárom az előadást, azt úgy is írtam ide magamnak is fel, hogy ez a tavaszi időszaknak és ennek az évelejét jellemző kicsit fajsúlyosabb és küzdelmesebb időszaknak a záróakkordja. Ez az előbb már említett sárkányölő Szent György ideje. Április 23-26 időszaka lesz. Így. Ebben az időszakban, hát azt lehet mondani szó szerint is, hogy legyőzzük a sárkányt. Kedves János vitézek, itt szeretném nektek üzenni, hogy nagyon szépen köszönöm a sok levelet, amit kaptam, és főleg a tavaly júniusi előadással kapcsolatban. Mert azt gondolom, hogy tavaly rendkívül sok új János vitéz született meg, akik előtt kinyíltünk Dél-Ország kapuja. És ő az a bizonyos sárkány itt ebbe az áprilisi időszakba, aki az utolsó küzdelmet elhozza, és az utolsó, de óriási nagy győzelmet is. Tehát ez a sárkány feletett aratott nagyon nagy győzelem, a belső sárkány természetesen. Ez a nap, a Vénusz, az Uránusz és a Merkur egészen különlegesen szép, nagy négyes együttállása lesz. Méghozzá oly módon, hogy ők négyen mindannyian teremtő fényszöget alkotnak természetesen a Szaturnusszal. Tehát megint öt bolygó jelenik meg egyszerre az égen, egy gyönyörű nagy fajsúlyos energia. A felszabadulásnak és a szabadságnak, és a szabadságunk visszanyerésének, ez, hát azt lehet mondani, hogy egy záró lépése lesz. Záró akkord, én így neveztem. Az, hogy ez valódi szabadság-e, vagy csak egy látszat szabadság, ez egyénileg fog eldőlni. És újra szeretném elmondani, hogy annak alapján, hogy Sárkányölő Szent György napjáig te egyénileg
eljutottál-e a belső szabadság állapotába? Ha eljutottál, és leraktad a félelmeidet, és te már bent szabad vagy, akkor ez a legnagyobb győzelem, ami csak megtörtént az életedben, és emberiség szinten is egy nagyon fontos pillanat lesz. A felszabadulás és a szabadság pillanata. Április 24-e a kiemelt időpont, Merkur-Uránus együttállás, ugye ezt már említettem, ez a teljes gondolati megújulás. Tehát kifejezetten nagyon jó lehetőség gondolkodásmódodban új irányok felé, teljesen új irányok felé is elindulni. Az április 23-a ezt megelőzően az a Vénusz és az Uránusz együttállása, az érzelmi felszabadulás és a művészi kreatív teremtőerőben a zsenialitás, a zseniális alkotások pillanata és lehetősége, az április 26-a pedig ugye az újabb Vénusz-Merkur együttállás, ami a szeretet és a szerelem szava. És az utolsó pont az az április 30-a, amikor a nap együtt áll az Uránusszal, a kosz csillagaiban, a nap megint, mint a cselekvő energia a cselekvőjén, az Uránusz mellé állva a teljes letisztulás, megtisztulás, felszabadulás, természetesen nagyon jó mindenféle lébőjt kúráknak is, tehát különféle tisztító kúráknak is nagyon kedvez, de a szellemi felszabadulásnak is nagyon kedvez. A Nap-Uránusz együttállása április utolsó napjaiban a egyéni szinten a forradalmi lehetőség, forradalmi lépések és a zsenialitás működtetésében ismét egy kiemelten jó lehetőség. Azt tudom mondani, hogy az energiák magas szinten tartásához ismét nagyon jó, hogyha az Uránuszt barátoddá teszed, és tudatosan új dolgokat kipróbálsz, új dolgokat beemelsz az életedbe. Ezt következő időszakról, elsősorban az év második feléről, tehát a júniusi előadáson fogok majd tovább beszélni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy végighallgattatok. Néhány összegző gondolatot hagyd tegyek hozzá a végén. Az egyik legfontosabb dolog azt gondolom idén, hogy nagyon figyelj oda arra, hogy a gondolataidat hova teszed, kinek adod, és hova irányítod. Vagyis vonulj ki az elméddel, csatamezőről. Minden olyan gondolat, amit te valakiről alkotsz, valamiről, vagy valakiről gondolsz, legyen ez egy szituáció, vagy legyen ez egy ember, ezt tudnod kell, hogy energetikailag hozzá köt. És ha már hozzá kötöttél, akkor már visz magával. Elnézve a jelenlegi világot, hát ezen el lehet csúszni, mint banánhéjon. És ne csúszsz el rajta. Tehát nagyon figyelj oda arra, hogy te idén tudatosan a gondolataidat csak szépre, jóra, örömtelire, szeretetre, istenire fordítsd. Tehát építsd fel a te gondolati energiáiddal, ami a legnagyobb kincsed. Építsd fel a te saját gyönyörű új világodat, a te saját isteni birodalmadat. Ugyanez igaz a kimondott szavakra is, természetesen, vagy a leírt gondolatokra, tehát minden, ami verbalitás. Ezt szeretném záró és összegző üzenetként ehhez hozzátenni, hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor győztél. De győzni fogsz. És újra szeretném azt hozzátenni, hogy igen, mi más mondhatnék, mint hogy a meditáció a legjobb barátod. Tehát aki a meditáció állapotában megtanulja gondolatait, az elméjét lecsendesíteni, az meg tudja csinálni az idei évnek a nagy varázslatát. Tehát a varázspálcát a kezébe kapja, és tudja jóra, szépre, örömtelire, áldásos és boldog dolgokra fordítani a gondolatát.
nagyon-nagyon szép, szárnyaló új évet kívánok nektek 2021-ben, és köszönöm a figyelmet.